Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcón. A mai videóban pedig FIFA World Cup 2022 Katar, vagy Dakar. Mert hogy van egy vicces sztori, asszonyka elment, hogy vásárol valamilyen ilyen kataros cuccot a Lidl-ben. Ennél jobban nem is sikerülhetett volna félre, és nem az ő hibája. Jó, a Dakaros az, de felhívott, hogy vannak Dakar cuccok a Lidl-ben, hogy elment venni, és csomó ilyen licenszelt termék van. Mondom, Dakar? Hát mondom, szeretem a Dakar rallit, az mondjuk jó amúgy, de milyen autó van rajta, vagy mi? Hát nem, ilyen mezek, meg ilyesmi, póló, zászló, hát de mondom, mi Dakar ralli zászló. És mondja, hogy milyen rally? És itt 10 percen keresztül elbeszélgettünk egymás mellett, hogy én tudtam, mi az a Dakar, az autós esemény, ugye. Én meg azt hittem a Katarra, hogy úgy mondják, hogy Dakar, Istenem, nagyon jó. A végén kiderült, hogy fociról van szó, persze, úgyhogy zseniális volt. Aztán összeegyeztettük a dolgokat, inkább lefotózta, megbeszéltük, így már tiszta volt a sor. Úgyhogy kértem, hogy hozzon valami mest, és nem lett jó az se. Ide a FIFA-s videóhoz, a kataros FIFA-s videóhoz gondoltam, hogy milyen jó lenne ilyen hivatalosan licenszelt mez, és nem megy rá a fejemre. Tehát nem, megmutatom. Nem értem, egyszerűen nem megy rá a fejemre. MS felnőtt, nem gyerek. Felnőtt méret, MS, úgyhogy ezt majd vissza fogom vinni, hogy szar. Itt a lyuk, amiben a fejem menne rá. Húzom izomból, és nem megy rá a fejem, pedig nem nagy a fejem. Legalábbis én azt hiszem, hogy nem nagy a fejem, eddig soha ilyen problémám nem volt pólókkal, semmivel, hogy nem megy rá a fejem. És egyszerűen húzom, és érzem, hogy szakad az anyag, és nem megy rá a fejemre. Egyszerűen ez teljesen lehetséges. Mindegy, játszunk akkor jóval, sima natur póló. Most rám érdekel. Nézzük, milyen lett a Dakar FIFA World Cup 2022. A FIFA-ban ingyenes frissítés keretén belül megkapjátok. Ez nagyon jól néz ki. Ez a FIFA Mobile-ra is benne van ez a videó. Ez nagyon-nagyon jól néz ki, ez a kis hangulat csináló videó. A logóval, a felirattal, mindennel, ez császár. És választani kell csapatot, egyáltalán nem indítottam el, csak hogy tiszta legyen mindenkinek, egyáltalán nem indítottam el a FIFA-ban a Katar részt, úgyhogy veletek együtt nyomom. Nézzük, ó, de jó volt a zászló. Láttátok? A zászló, hogy kirajzolja. Elforog és kirajzolja, ez nagyon jó. Összes csapat benne van, aki kijutott a katari VB-re? Sajnos így Magyarország joggal nincs benne, de olaszoknak szerintem még jobban fáj ez az egész. Nézzük is, ki meddig jutott a legjobban. Tunézia rengetegszer kijutott, de csak group stage-ig tudott elmenni, győzött Spanyolország 2010-ben, és így tök jól szépen kiírja, és Katarnál ugye elvileg ki kellene írnia, hogy ők most debütálnak, így is van. Jó, gondolkodok, kit válasszunk, várjatok, kit válasszunk. Én Marokkót szívesen választottam volna, de bejelentették, képzeljétek el, hogy se Ryan Mahé, se Sammy Mahé nem tagja a keretnek. Nem fognak kiutazni Katarba, nem lesznek ott a VB-n. Úgyhogy Lajduni talán még ott lesz Tunéziával. Más így nagyon nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, igazán lehanguló. Fogalmam sincs, hogy kivel legyünk. Igazából kérdeznétek, kinek szurkolok? Hát nem tudom, senkinek? Van olyan, hogy senkinek? Nem tudom. Nézzük meg a brazil válogatottat, most fogalmam sincs. Őket tartom a legesélyesebbnek. Én Brazíliát tartom, szerintem ők fogják megnyerni. De nagyon-nagyon erős a válogatottjuk. Hát a brazil népnek, a brazil focistáknak a világbajnokság az a minden. Hát látjátok, mennyiszer nyerték meg, ez bele van nevelve ott a emberekbe, a játékosokba. Azt mondja, hogy jól néz ki ez a lehulló konfetti darabos cucc, bejött nekünk itt Thiago Silva, eléggé jó. FIFA World Cup Live, ez annyit jelent, hogy le lehet játszani a meccset. Mindent már akarok nézni. Featured Quick Play, Online Quick Play, Your FIFA World Cup, ez 10 nap múlva lesz elérhető. Hogy a saját sztoridat lejátszd. Jó. Featured Quick Play, nézzük meg. Ó, milyen jegy!
Hát ez egy konkrét jegy. A Katar-Ekvador meccse. Én ezt le akarom játszani. Lehet, itt vannak a csoportok. De komoly. A srácok, ez egy ilyen naptár, egy menetrend. A játékon belül. Atyavilág. Próbáljuk meg lejátszani, hogyha le lehet. Én Ecuadorral szeretnék lenni. Katar se a rendezés joga, hogy pénzzel igazából megszerezték a rendezés joga. Egy ilyen pici ország, ilyen nulla foci történelemmel. Nekem sehogy se szimpatikus ez, úgyhogy Ecuador már szimpatikusabb. Ecuadorral leszek. Próbáljuk lejátszani akkor ezt a kis kezdő mérkőzést. Állítsunk be dolgokat, amik fontosak. 6 perces a meccs, szerintem ez lehet 5 is most. World class teljesen jó. Azt szeretnénk. Nézzük már a csapatmenedzsmentet. Amúgy a kinézet az maximálisan Katar. Nagyon-nagyon jó megcsinálták. Ener Valencia, Mena. Jó. Hinkapi, Estupinan. Azt a mindenit. 80-as játékos is van itt. Ez elég jó azért. Cserepad. Palacios azt szerintem megérdemli, hogy ott legyen. Jó van. Kicsit alakítunk a csapaton, de igazából szerintem jól nézünk ki, úgyhogy próbáljunk meg akkor lejátszani ezt a mérkőzést. És akkor megvárjuk szépen lassan, hogy milyen animációkat dob be, hogyan is lesz ez az egész. Ja, options már nyomhatom is a játékhoz. Nézzük. Gyeprendezés. Korrekt, kameratörlés, fontos. De jó! Ott vannak a szurkolók, de jó! Ez nagyon szép. Ez meg valami játékosnak az emléke lehet, vagy előre gondolása. Katariak gólt fognak lőni, nem szeretném átélni, köszönöm. De király! Hogy örülnek! Al-Abdi stadion, nincs benne az összes stadion. Sajnos, nem is értem, miért amúgy már licenszek ott vannak a FIFA-nál, miért nem csinálták már az összes stadion. Én ezt nem nagyon értem amúgy, mert lett volna erre lehetőségük. Hát akkor Katar megnézheti a saját válogatottját, hogy hogyan játszik. Ne, hagyom végigmenni az animációt. De ezek már, ahogy látom, ugyanazok, mint sima meccs közben. Csak az ünneplés része volt egy picit más. Igen, ezek már ugyanazok. Nyomjuk, nézzük meg! Eredményjelző, de király! Valószínűleg akkor ilyen eredményjelző lesz ugye a valóságban is. Így is van. Hát ez teljesen jól néz ki amúgy. Afif az egyik legjobb a katariak közül már, ha mondhatunk ilyet, hogy vannak jók, már azért tényleg nem egy Premier League játékosok alkotta a csapat. De hozzáteszem, egyébként Ecuador se, bár ott laligások azért akadnak. Valencia, ő hagyta el a labdát. Nem feltétlen várok egy ilyen parádés, gyönyörű meccset, mert mind a két csapat azért halljuk be, hogy nem a világ elitjéhez tartozik, de lehetnek mondjuk ilyen jó lövések. Még izgalmassá teszik. Hinkapi, talán abba bízok, hogy nem fogunk 5 milliárd gólt kapni, hiszen Estupinan, Hinkapi, Caicedo, tehát a legjobb emberek, Valenciát leszámítva a védelemben vannak. Valencia, aki kiemelkedik a támadó részen az ecuadori csapatnál. Tőle a valóságban is várhatunk hasonlóan szép lövéseket és akár gólokat is. Tehát ő az ő játékában ez benne van. Na nézzük. Mena. Szépen cselezget, a dél-amerikai foci azért az cselekkel nem fukarkodik, azt kell, hogy mondjam. Caicedo. Egy távoli lövés, a bomba az bele az emberbe. Úgyhogy ez szépen ki is ment, jöhetünk szöglettel. Egy ilyen beívelős, alulról benyúlós szöglet, pont ott volt az érkező, de azért nem felejtették, jó. Pecado, Hinkapi. Torres, előre a passz, az talán les is lett volna, mindegy, nem jött össze, az biztos. Viszont Torres visszaszerzi a labdát, és akkor ezzel lehet egy szép lövés. Az nem sokkal ment mellé egyébként. Oké, hogy a kapus nem vetődött menne a lövésére, de szerintem az nem sokkal ment mellé. Azt figyeljétek. Hát ez konkrétan majdnem kapufa lett. A kapus az nézte, szemmel védett. Lehet. Meki reklám háttérbe, tök jó, tök autentikus egyébként. Nagyon zsír. Tetszik. Abdel Karim. Egy Tarek.
Majdnem leszedjük a lábáról a lasztit. Azt viszont szépen kirakjuk. Torres, sarokkal. Nagyon jó, egyenlőre uraljuk a labdát, talán a játékot is. Estupinán, Estupinán nagyon gyors, Estupinán akár lőhet is, inkább beadjuk vele. Le az alapvonalhoz, nagyon, nagyon sokat vártam a beadásra, nem tudtam eldönteni, mit csináljak. Azért védővel nem akartam rálőni, de lehet, hogy mégis rá kellett volna. Ezért morfondíroztam, meg lett az eredménye sajnos. Mená, a lövése Menának. Szád, sokkal közelebb kéne kerülni a kapuhoz. Ezek a távoli lövések itt most nem fognak menni. Viszont lepasszolhatjuk, és Pekádó, nem bírjuk átfűzni az emberem. Aziz, Afif, Ali, Hassan, Abdelkarim Hassan, nagyon viszi azt a labdát, most már jó lenne őt megállítani, nem történik meg, Castillo. Nagyon jó. Platával védekezünk, Afif rúgja be. Na, de összezavarodtam, mint Szoboszlai cselénél ott a védő, legutóbbi meccsen, összeesett. És gól. Most pedig én esek össze. Gól katariak részéről. Annyiban volt benne a játékban, hogy hiába támadtam, nem tudtam érdemi jó lövést leadni. Benne volt a pakliba, hogy Katar ezen felszívja magát, és ránk fog jönni. Na jó. Szomorúságos. De talán nincsen veszve semmi. Íveljük át a másik oldalra, de az a baj, hogy mind a két oldalon sokan vannak, jó helyezkednek. Nem tudom, hogy ez valami védekező taktika lehet-e náluk, de egyenlőre azért ez nem tűnik könnyűnek. Amit csinálnak, viszont nagyon sokat hibáznak, és ezzel lehet akkor menni. Valencia, és a lövése nem jó. Nem jó, mármint, hogy persze kapura ment, de a kapus kezébe ment. És az meg nagyon nem jó, pedig egy az egyes szituációkban ezeket azért meg kellene jobban oldani. Az kint van, ők dobhatnak. Viszont erre megint rámehetünk, csínybe adják folyamatosan a labdákat, tehát van esélyünk szerelni, de megint ez korrekt, oké, csak a támadásaink nem annyira jók, mint ahogy én azt várom. Afif viszont hibázik egyet. Én azt mondom, hogy ezt jó hátradobom, és akkor azzal lehetne majd megindulni. Átívei. Gyors a labdajáratás. Tetszik egyébként ez a gyors labdajáratás. Ezt szeretem. Ezt annó Lipcse karrierbe tudtam nagyon, vagy én úgy érzem, hogy ott ment. Ez a gyors passzolgatás. Ilyesmi, de beszívattuk az ellenfelet azzal az eséssel. Ő is elesett, indokolatlanul. Neki nem kellett volna elesnie. Azt, hogy én estem, az egy dolog. Vizes a fű. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Azaz is lő, ők lőnek megint kapura. Felmentés, felszabadítás borzalmas. Tehát teljesen rossz volt. Viszont Torres megoldja. Jobban össze kell kapnunk magunkat. Eleve ez az egycsatáros felállás nem a barátom. A Fradiba is szenvedek ezzel a Fradi karrierbe, de ez most így... Kevesen vannak elől. Nem segítenek, kevesen vannak elől. Lehet megpróbálunk valami felállásmódosítást itt a második fél időben. Mert vissza szeretnék jönni ebbe a meccsbe, és nem akarom, hogy ez így elmenjen. Azt rúgjuk ki? Jó, oké. Marad az 1-0. Vezet Katar, katari szurkolók, kataros napszemüveg. Én abban nem tudom, hogy mennyit láthatnak, de teljesen mindegy. Mert se kell koncentrálni. 1-0 nekik. Viszont mi lőttünk többet. Mindenféleképpen fogunk egy formációváltást kezdeményezni, és akár megpróbáljuk úgy, hogy az attacking felállásba fogunk formációt váltani, és ez tűnik talán a legokosabb megoldásnak, és akkor a két csatárosokat fogjuk megnézni. Akár egy sima standard 4-4-2 is tetszik nekem, vannak szélsők, úgyhogy végül is ez jó is lehet. Platát kirakjuk a szélre, és akkor Mená. Hát Gruezo lesz az, aki le fog jönni. Igen. És Estrada jön be. Szerintem ez így jobb. Ez így egy picit támadóbb jellegű felállás. Át fogunk állni akkor ugye, amint elkezdődik itt a dolog támadóra. Ez meg is történt. Attacking beállított bal alsóba, és akkor most két csatára rárontunk valósággal
az ellenfélre, és megpróbáljuk kezünkbe venni ezt a mérkőzést, mert az 1-0 az még semmi. Ott egy csúnya összerúgás volt. Jó. Azaz, nagyon szépen hozzuk fel a játékszert. Castillo. Nem kell átgondolatlan cselekbe belemenni. Inkább akkor hátra, ha ez nem megy, akkor íveljük át. És úgy éreztem, hogy most ez nem megy. Ez viszont nagyon jó. Vissza is lehet adni. Mena. Ott vannak az üres lyukak. Ez azért egyértelműen látszik. Csak ki kell tudni használni. Azért talán, még ha be is állnak védekezni a katariak, lehet lehetőséget találni támadásra, viszont most akkor képbe kell lenni és levédekezni ezt a kellemetlen szituációt. Egyenlőre nem úgy sikerül, ahogy én szeretném. Álmo ez. Valaki menjen már oda. Könyörgöm, hát. És megint ellenfélhez adjuk amúgy. Zsenik vagyunk. Komolyan. Viszont belelövik az emberünkbe. Az eléggé jó. Valencia fut előre, de nem lehet neki adni, mert befut az emberek mellé, mögé, alá, fölé. Pedro Miguel. Na, ő aztán biztos nem echte katari. Katar is tudott játékos szerezni. Valahogy egy másik válogatottból, mint ahogy mi is Callum Stiles-t. Ő se egy nagy magyar, de megoldottuk, hogy itt játszon nálunk. Ámo ez. Pedro Miguel. Iha. Vigyük innen nagyon gyorsan azt a labdát. Aj. Na jó. Plata, ő elég gyors. Meg kéne futtatni valahogy, de ennyire sikerült. Hátraadtam egyet a labdát, hogy legyen tér. A szabálytalanság, a kutya fáját neki. Tegyük ki, nem sikerül. Afif megint. Karim. Nem a Benzema szerencsére. Hassan. Abdel Karim. Íz, Dominguez mit véd? Jól van. Rekáda. Nézzük, menjél. Hova? Kicsit mérges lettem, hogy kivezette a labdát. Bassam. Hogy megbassam. Bualeb. Hatem. Karim. Az miénk. Aha, ott a játékosok összeverekednek a földön, azzal nem vagyunk beljebb. Inkább piék taktikusan, de nem jól. Az jó, az addig nagyon rendben van. Caicedo. Szép, pont utolsó pillanatban. Estrada. Az nem sikerül, viszont mehetünk érte, azaz. Valencia ki a szélre. Valenciának lehet ívelni. Les, hogy a francba? Cserélünk egyet, 72. perc. Ez a második fél idő, ilyen tilitoli, kicsit ilyen lögdösődős, lövögetős, blokkolós, szabálytalankodós. Megint ilyen blokkolásos szabálytalanság, valós lövés nem alakul ki. Ez ilyen pötyögtetés. Én azt szoktam erre mondani, valós támadási szituk nem igazán vannak. Ez a támadó felállásunk, ez konkrétan semmire nem volt eddig jó, de én bízok benne, hogy azért még itt a végén lesz lehetőségünk, akár egy lövésre. Az első fél idő izgalmai után beülni látszik a mérkőzés. Na most, megindulhatnánk. De az a baj, hogy olyan gyorsak, hogy kettőt pislogok, és vagy rajtam vannak, vagy a passzvonalakat blokkolják. Támadni nem tudnak jól, de az egy gól, az szerintem bőven elég nekik, és ők is így gondolják. Ettől függetlenül megpróbálunk még egyet lőni, és nagyon jól is teszik. Mena helyett Mendez. Ecuador 2-0-ra kikap. Persze nekem köszönhetően. Mert ennyire hagyjuk Katart ránk jönni. Hát ez most nem alakul jól. Na jó, Plata. Gyere, fiam. Jó beadás, akár. Nem, Terek, hát ez nem. Vissza. A lövés nem sikerül. Puha, na most én azt hittem, valami jó kis győzelemmel kezdjük ezt a bemutató videót. És beleblokkolnak. Na.
Na, a beívelés. Nem jó. Nem jó, veszélyes is lehetett volna, de csak volna, nem lett az. Az nagyon szép, Castillo. A beadás. Ó, hova? Mit csinál? Mit csinál? Istenem. Aj, na jó, játszanunk kell majd még egy meccset, bár nem ezt, valami mást nézünk. Kipróbáljuk még a többi játékmódot. Ultimate Team ezen a játékrészen belül nincs, az külön az Ultimate Teambe kell bemenni, hogy esetleg nyithassunk olyan játékosokat. Ez is már elindult. De annak jövő héten egy külön videót szánok, gyűjtögetem a pakkokat, és megpróbálunk olyan játékos nyitni, aki ilyen VB speciális kártya, és bízok benne, hogy ez össze fog jönni. Ez egy nagyon szomorú mérkőzés volt. Meglep, hogyha Katar tényleg így fog szerepelni majd a világbajnokságom. Kikaptunk eléggé csúnyán, főleg úgy, hogy a második fél idő még csak izgalmasnak se volt mondható. Mindenesetre el tudtuk játszani ezt a mérkőzést. Itt még vannak ilyen meccsek, amiket ki lehet próbálni. Lehet, hogy ezek közül nézünk majd valamit. De első körben én megnézem, milyen játékmódok vannak itt. Van még a sima FIFA World Card 2022, amiben tudunk választani egy csapatot, és azzal lejátszani az egész VB-t. Ez se rossz. Viszont a kasztümbe be tudjuk tenni, azt hiszem, ha jól tudom, be tudjuk tenni Magyarországot. Mondjuk, ki az, aki helyett Magyarország érdemben ott lehetnén. A lengyeleket nem akarnám kiszedni, de egy Szaúd-Arábia helyett maga Katar az ugye teljesen hülyeség lenne kivenni, hiszen ők az egyik rendezőország, vagy ő az egyetlen rendezőország, az fura lenne úgy. Hát nem tudom, megpróbáljuk Szaúd-Arábiát kiszedni eleve az országban, amik vannak, ahogy a nőkkel bánnak, mindez nekem nagyon durva. Helyettük berakhatjuk Magyarországot, ugye? Az unqualified csapatok között itt van jó pár olaszokat is be lehet rakni, Kínát, elég sok csapatot van, akiket be lehet rakni. Úgyhogy Magyarországot így be tudnánk rakni, és akkor el is tudnánk kezdeni. Másodikok voltunk kétszer is. Ilyen best result cuccot, azt tök jól be lehet itt is rakni, vagy beállította. Létrehozok egy új mentés. Ezt csak ki akarom próbálni. Én nem hiszem, hogy itt ilyen nagyon komoly Magyarország FIFA World Cup-ozásokba én belemegyek, inkább a Fradi karrierre szeretnék koncentrálni, de meg akarom nektek ezt is mutatni, meg én is meg akarom nézni, hogy milyen a magyar keret. Esetlegesen lejátszok akkor Magyarországgal az első ilyen meccsünket, Argentína ellen, de óristen, miben megyek én bele, miért akarok kikapni? Mindegy. Nézzük meg a csapatot, hogyan áll össze. Szoboszlai, Szalai Ádám, viszonult már ugye Sallai, Nagy, Séfer, hát itt semmi nem változott, ugyanaz a felállás van, ami ugye eredetileg is. Kalmár mondjuk ott van, az menő, gazdag, hogy nem növelik a pontszámát, én ezt nem értem. Fia lehet jön Négó, Spandler, Botkának levitték 69-re, teljesen nevetséges, nem értem miért. Illetve nincs is ott csomó ember. Hát itt azért rengetegen hiányoznak. Kerkez sincs. Hát ez így nagyon szar. Már bocsánat, hogy ilyet mondok, de ez így eléggé béna. Na jó, mindegy. Játszunk valamit. Figyeljetek, játszunk, de ezt én nem nagyon értem. Ez egy nagyon régi magyar keret lehet. Csomó hiányzó. Ádám Martin. Hol van Ádám Martin? Miért Szalai Ádám van benn? Játszunk. Most erre nem tudok mit mondani. Argentina, Magyarország mi lett volna, hogyha kijutunk? Nézzük meg, másik stadion, ugyanúgy brutálisan nagy, elképesztően nagy aréna, és az argentin szurkolók ott vannak, néhány magyarral, csoda, hogy megférnek egymás mellett. Két emeletes stadion, de brutálisan nagy, ez látszik is. Azért az elég menő lett volna, Magyarország ott van, azt a mindenit. Ezt így látva, az eredménye, ez mindaz, ez király lett volna. A keretnek nem örülök, hogy nincsen befrissítve, mert azért ez kicsit ilyen lustaság, hogy nem rakták oda Ádám Martin meg Kerkezt, nem is mennyiből tartott volna. Egy lefrissített keretek vannak, de a szurkolók tök jók, ott van a magyar brigád, kiment Katarba.
Úgyhogy nyomjuk valami meccset, reméljük, hogy jobban fogok játszani, mint Katar ellen Ecuadorral, mégiscsak a magyar keret, az a fiasság, stb. Ja, és a mezek sincsek lefrissítve, hogy látom, úgyhogy szoros érdemes a dolog most már így. Ez szomorú. Azért. Isten, ennek nem örülök, hogy ezen nehezen tudok túllépni, hogy a keret nincsen lefrissítve, mert ez így nem túl autentikus. Mindenesetre Molinánál a labda. Szoboszlai, aki védi a pozíciót, és őt, miről beszélsz? Labdát szerez. Sallai. Sallai maszk nélkül is már. Hogy nyomja neki? Olyannyira nyomja, hogy Otamendivel. Volt egy kis perpatvar. Nagyon komolyan toljuk. Volt egy szabálytalanság, megint csak. Messi nehogy piros lapot kapjon, mint ugye a bemutatkozó meccsén Argentina válogatottjában még sok évvel ezelőtt, az vicces volt. Első mozdulata, piros lap. Ezt a videót már vagy százszor megnéztem. Szoboszlai Dominik, de milyen tempója van Szoboszlai Dominiknak, te jó ég? Figyelj már! De miért megint szarakodok és nem csinálok vele semmit, ezért ígéretes támadás volt. De csak volt. Ott egy talán nem sérülés, Messi az, aki ott fetreng. Szegény, nem azt kéne néznem. Aha, húha, lehet Messi lesérül. Basszú, nem akar, elnézést a Messi szurkolat, én nem akartam lerúgni Messit, nem csináltam semmit szerintem, nem is csúsztam be. Jöjjön az orvosi stáb, haló, gyorsan, jegeljék le azt a lábat, nehogy le kell már vágni. Bakke, mit csináltam? Hát, Szalajati, hát gondolom, hogy fájta, hogy letarolta. Gyengítettük az argentin válogatottat, nem is picit, a legjobb játékosát vettük az argentin válogatottnak konkrétan, Messit lesérítettük a 10. percben. Ez mondjuk durva. Na így akkor megnövekedett az esélyünk, a szorzók meg is változtak a fogadóirodáknál, González jött be, ami közel nem tudja a Messi szintet játszani, de majd meglátjuk, hogy hogyan tudja pótolni az argentin zseni. Négo belövi! 1-0-ra vezetünk. Argentina ellen Négo belövi. Hát mi van itt? Állok fel. Hol a magyar mezem? Miről beszélsz? Ott a Négo. Bum! Szevasz! Megérkeztünk a VB-re, kérem szépen. Azt a mindenit. Na nyomjuk neki akkor. A magyar mezbe legalább belemegy a fejem, ha más nem. Rodrigo de Paul. Lautaro Martinez. Azaz, gyerekek. Vezetünk Argentina ellen. Hát nem Ecuador az én csapatom, ez 100%. Szalai Ádám két ember között, harcias a fiú. De hát itt most nem volt esélye. De Paul. Lautaro Martinez. Keresztezünk, nem engedjük őket feljönni, mondom, nem engedjük őket feljönni. Ángel Di Maria, blokkoltuk a passzát. Nagyon jó. Schäfer András. Ó, pont rossz helyre passzoltam. Egyszer oda néztem, mondom, az üres. Mire oda passzoltam, már rajta voltak. Nem baj. Szépen Orbán tisztáz. Vigy Orbán. González, védelm közepén Orbán. Most kijátszották, ollózni próbált az argentin, gondolom, hogy most morcik, hogy egy Magyarország, aki ki se jutott, kiejti őket a VB-ről. Az milyen ciki már. Sallainak mekkora tempó előnye van. Te jó ég. Ez nagyon komolyan fut Sallai, ezt el kell lőni. Martinez. Ez a Premier League-be kapja az ilyen lövéseket, ezt most nagyon ügyesen simán kivédte. Otamendi. Martinez már egyből elő. Rá van hagyva most a góllövés, meg Ángel Di Mariára, mivel hogy Messi ugye nagyon durván lesérült. Szalai Ádám a búcsú meccse után visszatér, mivel hogy Magyarországot azt mondták, hogy mégiscsak menjen ki a VB-re, mert annyira király csapat, hogy hiába nem jutott ki, akkor is ott a helyük. Mert Szaúd-Arábia elkezdett nőket gyilkolni, és ezért joggal lehetett Magyarország ezek szerint. Lautaro Martinez. Azaz, Gulácsi Péter. Ő meg meggyógyult. Ő meg most műtötték, de meggyógyult.
hallotta, hogy menni kell VB-re, akkor már nincs is semmi baj. Jó, csak viccelek amúgy. Szórakoztatom magam, titeket. Rodrigo de Paul. González, az nem jó, az nem jó. Az olyannyira nem jó, hogy Lo Celso védését Gulácsnak bravúrral kell most már hárítania. Azért a magyar csapat, ez durva kimondani, a magyar csapattal jobb játszani, mint Ecuadorral. De Ecuador nem rossz, de a magyarok szerintem még jobbak. Főleg hátul védekezésben, aztán meg pláne. Gulácsi, miket véd amúgy? Nagyon durva. Óha, az nem jó. Menjen oda valaki, Gulácsi, mindent kivéd, Gulácsi, ilyen kapus kell nekem, igen. Igen, aki mindent kivéd, mert én nem vagyok túl jó védekezésben, FIFA-ban. Jó, fölé. Meg hát Argentina ellen azért védekeznem, van egyszerű. Szalajati. Vigye Orbán. Lang. Azaz. Ó, és ott mi van? Acuna. Nego. Nagy, szép. Az nagyon jó. Á, nem. De visszaszerezzük. Még mindig harcolunk. Elfeküdt ott Szalajati. Napozik. Pályanapos oldalán vagyunk. Furcsa lesz majd ilyen egykor, meg kettőkor néztem a meccsidőpontokat. Én délután, én még javába dolgozok akkor. Meg nagyon sokan. Na mindegy, majd munka közben akkor pörög a meccs. Majd itt veszem fel videókat, és akkor közben nyomatjuk a meccset, vagy nem tudom amúgy, na mindegy, este nem sok meccs lesz, ez biztos, inkább délután lesznek, viszont első fél időben vezetünk. Ez nagyon durva kimondani, Négó góljával vezetünk. És Négót a cserepadról hoztam föl a kezdőcsapatba a meccs előtt, tehát ezt megérte ezt a változtatást. Ádám, Martin, Kerkez és még jó pár hiányzó a csapatban, de még így is működik a válogatottunk, kérem szépen. Nagyon jó. 1-0. Azaz. Molina. Nem gondoltam volna, hogy így belemélyedünk ebbe a VB frissítésbe. Az jó. Sallai Roli. Az nagyon király. Vissza lehet azt húzni. Ma hárman is ott voltak, hát ezt nem. Ezt nem lehet. Lo Celso. Paredes. De Paul. Jajaj, González. Molina. Az nem jó. Ez egy csúnya szabálytalanság volt. Nagy megsérülje, mint Messi. Nagy mázlinka egyébként, hogy nem fújták le, de tök mindegy, mert egy-egy. Szépen kipasszolgattak minket. A 16-oson belett labdavesztés, és utána már azzal nem lehet mit csinálni. Teljesen jogos volt, Schäfer. Aj, na jó van. Loic Négó. Franc egyemeg. Argentinának mondták igazából az edző a szünetben, hogy most vagy csinálnak valamit, vagy takarodnak haza. De még nekünk is lehet esélyünk. Loic Négó megint beindul Négó csúcsformában. Most nem. Kicsit kiebb alapvonal felé eltolódott a játéka, de nem baj, mert megint volt egy jó lehetőségünk Négónak köszönhetően. Acuna. Lang. Négó ennyire jön hátra, de hát elesik, vagy nem tudom mit csinál. Próbált egy becsúszást. Gulácsi Péter. 60. perc jön, szöglet Argentinának. Acuna. Lang kitolja. De ott nagy bunyó árán a bíró engedi tovább, előnyszabálya a meccset. Ez egyenlőre szép labda kihozatal. Olyannyira szép, hogy azzal meg is lehetne indulni. Nagy indul meg. Puh, a lövés nem jön össze. Belakadt egy lábban. De ez azt mondom, hogy ez jó volt. Ez legalábbis szép támadás volt. Kísérlet. Inkább kísérlet volt, mert valós támadási szitu végül nem lett, már elakadt a lövés. Az les. Nem les. Basszus. 2-1 Argentínának. Di Maria, azt hiszem, az les.
sípszói kell játszani, ugye? Így szól a szabály. Oh. Ne csináld! Azaz, nem tizi. De mehet tovább. Az se tizi, nincs 11-es. Fejeződj a hisztizés, nincs 11-es. Sallai Roli. Szalai Ati, hárman vagyunk oldalt, meg lehet ezt húzni. Meghúzza Sallai Roli. Ott a jó lehetőség? Hát nem. Megint elrontjuk a paszt a végén, viszont ők is tudnak rontani. Schäfer! És bele Otamendibe. Annyi blokkolt lövésünk van, mint a ház. Egyszerűen nem bírjuk kapura vinni azt a rendesen, azt a labdát, és így nincsen lehetőség. Kipasszolgatnak már megint. Ne szabálytalankodjunk, az lenne a vesztem, 11-es. Jó, lesz. Ó, gyerekek. Négó. Sallai, áttesszük másik oldalra. Azaz. Nagyon jó egyenlőre, és ennyi, elveszítjük. Ennyi volt a nagy támadási lendület. 80. perc, hol van ez az 1-0, amit az elején szereztünk? Már sehol sajnos. Hiába lelkesültem be. Ez kevés ide, meg a Messi sérülés, az se volt elég. De hát ilyenek rám lehet játszani. 82. perc. Dybala. Ezzel valóságban örülnénk szerintem egy ilyen argentin elleni vereségnek, már hogy végig meccsbe vagyunk, ez azért nagy érdem, szerintem. Szalai Ádám. És nem szabálytalankodnak, egy olyat akartam már kiharcolni, egy ilyen jó kis Szalai Ádám féle felrugásos megoldás, de ott a következő gól. Sallói jöjjön be. Fú, teljesen elment ez a mérkőzés. Még milyen jól is alakult az eleje. González. Á, kár érte, pedig tetszett az elején, amit leműveltünk. Aztán nem tartott túl sokáig. Akuna. Dybala. Hátra viszi Dybala, de miért? Ne húzd már ennyire az időt, hát ti vagytok a jobbak. Millió Orbán. Ott megint elesik valami argentin. Pajti. Túlerő. Nagyon erősek argentin. Az a gól az... Azt nem mondom, hogy mázli volt, de... Utána kezükbe vették a mérkőzés, főleg a második fél időbe. Egyébként pedig jó volt ez a meccs. Én élveztem őszintén szólva. Nézzük meg, hogy mik vannak még a FIFA World Cup 2022-es játékmódba. Vissza is megyek, hát már autószévelhetjük, teljesen mindegy. Van kick-off, tehát lehet sima meccset, amilyet szeretnél, olyan párosításban vannak online turnamentek, illetve lehet módosítani. Kedvenc csapatot lehet váltani, beállításokat átnézni, csapatokat. Újra lehet hívni? Nem, csak a felállás lehet megváltoztatni. Jó van, srácok, igazából mindent kipróbáltunk, amit akartam. Játszottunk 2 meccset, 2 nem túl sikeres meccset, de a magyar gól az mindent megért. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a FIFA World Cup Qatar 2022-es bemutató játékmód, bemutató videót. Nincs még vége a dolgoknak, mert majd meg fogjuk nézni Ultimate Team-be is a játékosokat, hogy miket lehet majd itten kiszedni a csomagokból, az is király lesz. Illetve, hogyha van kedved, és nyernél Qataros magazint, focis könyvet, Qataros focis kártyát, csomó mindent lehet nyerni, akkor lesél rá a Futballkárcunk csatornán az egyik ilyen videómra, ahol a GEDM Sportnak köszönhetően kibontottam egy elég komoly kártyás displaydobozt, illetőleg felajánlottak magazinokat, könyvet, én pedig kártyát nyereményre, úgyhogy azt lesz meg, berakom ide jobb felsőbe, meg záróképernyőre. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!